nem ma. A mai adásban párokban lesztek, ám kivételesen nem egymás ellen kell játszanatok, hanem saját párotokkal együtt összedolgozva megszerezni a lehető legtöbb pixelt magatoknak. A cél, hogy a másik párosnál több pixelt zsebeljetek be. Egy pánikszobaszerű játékban lesz részletek. A te párod Dominik lesz. Jó! Én ennek nagyon örülök, hogy végre nem egymás ellen kell játszani, hanem így párban, meg így együtt, hogy így össze kell dolgozni, mert ez szerintem tök jó fokos, szóval alig várom. A te párod MC lesz. MC-t kaptam párnak? Szerintem így nyerni fogunk. A te párod Zsolti lesz. Előre látom, hogy sokat fogunk nevetni, és hogy érdekes lesz. És egyszer voltam már ilyen pánikszoba játékba, és nagyon vicces volt, úgyhogy... A te párod Emma lesz. Na ez eddig a legeslegjobb feladat. Esküszöm, ezt imádom, nagyon várom. És Emma, készülj fel, mert nyernünk kell. Menni. Szorítok nagyon. Üdv versenyzők! A mai adásban a titokszoba lesz a közös ellenségetek. A játék 15 percig tart, ez alatt szükségetek lesz a kreativitásatokra, a memóriátokra, az általános műveltségetekre és persze egy kis szerencsére is. Az asztalon rengeteg mini játékot találhattok, melyek helyes megfejtéseiért pixelek járnak. Ezek mennyisége a feladat nehézségétől függ. A megfejtéseket minden esetben azzal érvényesíthetitek, hogy hangosan kimondjátok a feladat számát és a megoldást. Azonban vigyázat, a rossz megoldásakért negatív pixel jár. A hátralevő időtöket néhány percenként közöljük. Játékosok, figyelem, az óra indul! Ne! Jó. Azt mondom, hogy kezdjük a legkönnyebbekkel. Jó, de melyik az? Nézd, mondjuk. Jó, akkor most így ez erre jön, aztán erre. Jó, akkor a 0-5-ös feladatnak a megoldása a G, szerintem. Egy pixel jóváírva. Na, mi a következő? Mi lehet a példa eredménye? 1920-1080. Neked ez a legkönnyű. ez nem a 4K. Te, végül is. Akkor szerintem a 0-7-es feladatnak a C a megfejtése. Egy pixel elveszett. Fuck. Ezt a koki kellett akkor én még ilyen labirintusos dolog. Hová vezet a hármas számú út? Hallod, én odaadom neked az összes labirintusost, jó? Tessék. Én addig oldom a többit. Mi lehet a példa eredménye? 16 a másodikon. A 0-9-es feladatnak a H megfejtése. Két pixel jóváírva. Akkor mondom, az első feladatnak szerintem a megfejtése az E lesz. Két pixel jóváírva. Jézusom, mennyi van? Még a helyes válasz az alábbi kérdésekre, én esetem mondd ki a két helyesnek vélt válaszbetűjét. Mindkét kérdésre válaszolni kell, ha bármelyik rossz negatív pixel jár. MC, igen, nem, ez mi? Szóval... Ha bármelyikre rosszat válaszok, akkor ezért negatív pixel jár. Hány babu van összesen egy saktáblán kezdéskor? Várj. Sose sakkoztam. Van bástya, van futó, ez azt hiszem akkor 8. 8 meg 8 az 16, és ez a már, ez még egyszer, akkor elviekben 32-nek kell. 32. Akkor először is a 15-ös feladatnak van egy C megfejtése. És melyik országból származik a Honda? Az egy japán kocsi. Az biztos, hogy japán. Az meg F. Egy pixel jóváírva. Na, akkor a 4-es feladatnak pedig, ha jól néztem, akkor a B lesz a megoldása. Figyelj. 3 pixel jóváírva. Figyelj, itt van matekos feladat is. Ne. A matekból jó vagy? Offol nem, de nézzük. Mi lehet a példa eredmény? Jó, akkor először is szorzunk. Igen, először szorzunk. 5x26 meg 462x2. Figyelj, a 2x462 az biztos, hogy 924, az meg 130. Igen. Akkor az... A 8-as feladatnak a válasz az A.
Két pixel jóváírva. Következő labirintusos, azt mondja, én odaadom neked az összes labirintusost, jó? Ötös. Nyugodtan. Jó, közben mondom, hogy a kettes feladatnak szerintem a C lesz a megoldása. Csak közben haladjunk. Egy pixel jóváírva. Jó. Mi lehet az alábbi példa eredménye? 14x41. A hatos feladatnak a megfejtése a D. Jó. Egy pixel jóváírva. Én imádom a matekodás, köszönöm. A hármas feladatnak szerintem az F lesz a megoldása. Ez mi ez? Egy pixel elveszett. Jó, bocsi. Ajajajaj, ez megint. Jó, akkor ezt kezdjük ezzel. Melyik a helyes válasz az alábbi kérdésekre? Egymás után mondd ki a két helyesnek vélt válaszbetűjét, itt mindkét kérdésre válaszolni kell. Nekem bár, úgy erató, fú. Most a magyar tanárom kérdezik. Jó, ezt hagyjuk, ez később. Figyelj, én ezt ide húzom, jó? Jó, ez meg. Jó, ez ugyanolyan. Mi a jelenleg a legnézettebb magyar videóklip? Van egyszer a 18-as feladatra egy B válaszunk, Pamkutya Despacito, ezt már most megmondom. Két pixel elveszett. Oké, okay, akkor ez nem jó. Melyik csillagkép nem létezik az alábbiak közül? De várj, hát innentről kezdve már elrontottuk. Ja. Majd ha bármelyik rossz, akkor... Akkor... Szia! Nézd meg, itt egy csomó ilyen matekos van neked. Nézd meg, mennyi szorzás van rajta. Itt egy egyes... Muszáj az egyesekkel kezdeni, mert ezek brutál nehezek. Mit jelent a polisz? Tudom ez. Csak azért nézzük meg ezt is. Szerintem... mit jelent a polisz? Római kori emlék, rendőrség vagy városállam? Hát én a városállamra tippelek, MCL rendőrségre. Én nem mondom azt, hogy még melyik. Még nem, nem kell a levelét hasznosítani. Jó. Maradj, levél. Jaj, nem a levelét hasznosítjuk. Mint hogyha egy matek dolgozatot írnék, jó, akkor először is a 14-es feladatnál van egy D válaszunk. Igen, a második kérdésre. Várjál, nem kellene az első is először, mert akkor csak úgy fog érni. Nem úgy van írva, hogy polícia, tehát nem lehet rendőrség. Jó, akkor legyen meg az van elsőre C. Igen, a 14-esre egy C, meg egy D válaszunk van. Igen. Egy pixel jön ráírva. Jó, ez hármas, kettes. Egy, jó. Itt is van egy. Kiről vagy miről kapta a nevét a negró cukorka? A feltaláló cukrászáról, egy vicces állatfajról, a cukorka formájáról. Melyik ételben van a legtöbb kalória? Göröngdénye, kőrzött, megy. Biztos, hogy cukros cuccba, tehát én rögtön mondok, akkor ide biztos, hogy lesz egy D. Igen, én is arra tippeltem volna. Szerintem abban rengeteg a cukor. És én azt mondom, hogy a feltaláló. Igen, talán az. Jó, akkor van a 11-es feladatra egy A és egy D válaszunk. Igen. 11. Egy pixel elveszett. Na, mindegy. Akkor milyen alakú tábla a várakozni tilt? Kör. Ez egyértelmű. Hány? Figyelem! Ez egy pánikjáték. Hagyjatok félbe mindent, amit épp csináltatok, és készítsétek elő a memóriátokat. 10 szót fogtok hallani, melyeket meg kell jegyeznetek, és a síp szó után fél perc alatt, amennyit csak tudtok, fel kell idéznetek. Minden egyes emlékeitekben megmaradt szó egy pixelt jelent a csapatnak. A síp szó előtt nehezítésként kicsit össze fogunk zavarni titeket. Sok sikert! A szavak a következők. Ezek a csavarok. Ablak. Hajtű. Vonat. Szeretet. Csatorna. Labda. Kendő. YouTube. Budapest. Mágnes. Világ. Világ. Finom. Rejtély. Képregény. Pontos. Veszély. Vége. Ablak, hajtű, labda, vonat, csatorna, YouTube. Vonat, szeretet. Mágnes. És... Ablak, hajtű, vonat, szeretet, labda. Csatorna, YouTube. Mágnes. Jó, ennyi volt. Nem emlékszem. Biztos, hogy egy hiányzik. Ez 8. 8 pixel jóváírva. Az tök jó.
Ezt nem is gondoltam, hogy ilyen amúgy, jó lesz. Várjál, most akkor nem kell folytatni? De, akkor go on. Melyik alakú tábla várakozni tilos? Az igen, az biztos, hogy az... Hányat forintosodat? 2435 forintot. Vere. 35-et, akkor az 7. Akkor az... 87. Szóval... Akkor a 13-as feladatra van egy A és egy D válaszunk. Igen. Egy pixel jóváírva. Hány másodperc van? Jóra van. Biztos, hogy 3600, ez 100%. Okay. Minek a mértékegysége a röntgen? Besugárzási dózis. Akkor van egy 12-es feladatra a B, és egy a... F. Jó! Egy pixel jóváírva. Jó, hogy jöttem. Jó, most még szerintem már csak 2 pixelesek vannak, meg 3 pixelesek. What the fuck? Egy 5 pixeles Jézusom. Az a végére. Oké, az alapjai közül melyik francia nemzeti étel? Jó, ezt tegyük félre. Jó, mikor született Alfred Hitchcock filmrendező? Nézium, titán, több. Mi? Több sem az. Akkor legyen az E? Várj, mi az a több sem az? Nem. Még a legmagasabb értékegységi adatok, azt tudja, hogy a terra. Jó, akkor már csak... Mit tudom én? Nem tudom. Jó, már csak 4 másodpercünk van, úgyhogy gyorsan meg kell elvallani. Mit tudom én? H, meg E. 3 pixel elveszett. Szíves. Szomorú. Hát, versenyzők, ti még nem tudhatjátok, hogy hány pontot gyűjtöttetek, azonban ezt a nézők folyamatosan láthatták. Ma 16 pont íródik jóvá a számlátokra. Oh. Hát, ez Úristen! Oké. Na jó, ez most meglepett. Igen. Ez most... Ez van. Nem értem, hogy mi ez tényleg... MC és Dominik nem számítottak rá, hogy ilyen sok pixelt gyűjtenek össze. MC-nek végre ismét él a reménye az előretöréshez, ugyanis matematikailag még bőven van esélye bekerülni a fináléba is. Szinte minden a következő adáson múlik, Emma és Zsolti teljesítménye mindent meg is változtathat. A fináléba jutáshoz a ti segítségetek is kellni fog a versenyzőknek, ezért fontos, hogy a következő adást lássátok, abban mindenki fog derülni a végső szavazásról.